egy garnélát fogok önöknek elkészíteni a rizssel és zöldségekkel. A vajat itt már elő is készítettem, felmelegítettem, amiben belerakjuk a garnélát. Bekerültek a kis drágáim a serpenyőbe, ekkor eszelek egy kis fokhagymát, hogyha megtalálom, hogy melyik felével kell ezt. A fokhagymával nyugodtan bánhatunk. Erőteljesebben is elrontani nem fogja az ételünket. És ahogy azt már tapasztalták, előszeretettel használom a citromot nagyobb mennyiségbe alakhoz. Ezért ide is kerül a citromból néhány szelet. Nyilván só. Ugye persze még egy kis fokhagyma. És borsot rakunk még bele. És még egy kihagyhatatlan kellék, én úgy gondolom. Ez a bacon szalonna. Általában ilyen alapanyagokból a házit szoktam előtérbe helyezni. Igen érdekes, hogy édesapám 71 éves, de a mai napig a saját hízlalású sertésekből készült szalonna, kolbász és tifoldel lóg nála a spájzban. Azt tudom, hogy sok néző egy picit iszolyog a ráktól. Én megmondom őszintén, hogy azért kedvelem, mert nincs az a nagyon intenzív halíze. Könnyen tisztítható, nincsen benne szálka. Nyilván kinézetre egy picit más, mint egy átlagos ponty, de én úgy gondolom, hogy az élvezeti értéke ez kárpótol minket ezért. Ahogy párolom, látszik, hogy ezek átváltoznak színügyileg, egy picit rózsaszínűek lesznek, és amikor ez már így van, akkor itt is tudom őket egy pillanatra hagyni, miközben összevágok egy kis zöldséget hozzá. Belekerül egy kis sárgarépa, néhány darab brokkoli, és ízlés szerint egy kis gomba is. Ezeket csupán negyedbe szoktam vágni, és így kerül bele az ételbe. Egy picit pároljuk, és aztán végül, de nem utolsó sorban következik egy hozzávaló, ami nem lesz más, mint a rizs. A rizsből tetszés szerint öntünk bele. Mindenképpen figyeljünk arra, hogy a végén tudjuk a rizsnek a mennyiségét, mert ugye annyi vízzel kell majd ezt felöntenünk. Összekeverjük egy kicsit, pirítjuk az egészet, és ahogy az előbb említettem, felengedjük vízzel. Mindenképpen nagyon fontos, hogy a felhasznált rizs mennyiségének az 1,8-szeresét öntsük fel, és ez a víz lehetőség szerint minél melegebb legyen, ha lehet, akkor forró. Egy utolsó keverés, és mehet is rá a fedő, mi pedig természetesen az elkészültéig mehetünk horgászni. Kedves nézőink, el is készült a mai vízparti ételünk. Már csak az utolsó fázis mozzanat a tálalás van vissza. Ne borzadjanak el a kis garnéláktól, amennyire meglepően néznek ki, annyira ízletesek lesznek. Mivel színes ételről van szó, én a dekorációt sem inném túlzásba, egy pici ehető virágot helyezek rá, és egy kis zöldet. Jó étvágyat kívánok!